kutyapártos gyűlésekről kerültek hangfelvételek a HVG-hez, ezeken pénzügyi hiányról, elveszett vagy soha meg nem lévő számlákról, illetve esetlegesen a fiktív számlák használatáról is szó esik. Ezek egyébként 2021-es hangfelvételek, tehát viszonylag régiek. A telefonnál itt van velünk Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt pártigazgatója. Szép jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Szóval akkor az első kérdés az, hogy amikor a kampány költéseiket nézegették, meg elköltötték a kampánypénzt, ugye a kutyapártról lehet tudni, hogy ezt megpályáztatták és odaadták dolgokra, amiket az emberek meg akartak csinálni, na de hogy akkor nem lettek számlák, vagy elhagyták a számlákat, vagy hova lettek a számlák, ha jól értem, akkor minden költést azt az állam felé, mitlen közpénzről van szó, igazolni kellene. Ez miért nem sikerült? Na, ezt ketté bontanám a dolgot. Az egyik része, ez a, amiről ön is beszél, ez a számla hiány, illetve az a hangfelvételnek azon részei, amik erre vonatkoznak. Ez azért alakulhatott így, mert mi szemben más pártokkal, akár frissen alakult pártokkal 2018-ban, nem azt csináltuk, hogy egy nagy cégnek odaadtunk 300 millió forintot, az egy számla, ugye azért baromi nehéz elhagyni. Nyilván nem hagyja el az ember, odaadja az árszak, aztán le is van igazolva. Mi azt csináltuk, hogy alapítványoknak, gazdasági társaságoknak, és szerintem, ahol ezt elmérték akkoriban a Gergők, akkor én még nem dolgoztam itt, az az volt, hogy magánszemélyek is pályázhattak. Ez egy, szerintem egy nagyon nemes dolog, mert így egy magánszemély is pályázhatott, például kutyafuttatóra. Ami ugye, nem tudom, 10 tételből áll, kell bele kerítés, fű, kutya, meg Isten tudja micsoda. Amikor magánszemélynek adunk pénzt, akkor nagyon-nagyon megnő a kockázata annak, hogy ő elhagy egy számlát, vagy ami rosszabb, mert ha elhagyja, ki lehet kérni újra, ha nem kér áfás számlát, az nem igazolható költés. Ilyen festékesedényekből, fűből, köztévű cuccokból, apróságokból gyűlt össze összesen 3,5 millió forint számlahiány, amit amikor én jöttem, akkor számoltunk, hogy ez végül is ennyi. Én nem találkoztam fiktív számlával, úgyhogy én azt gondolom, hogy nincs is. Amit tudok az az, hogy én ezt, illetve az elnökség visszafizettettük önkéntes felajánlásokkal, a tagsággal, az elnökséggel és az alkalmazottakkal, tehát ezt mi magunk raktuk vissza ezt a pénzt, hiszen el kell vele számolni az állam felé, nem lehet csak úgy díszedni. A másik rész ez a tábor, illetve a párt és a párt alapítvány összefolyt költségvetése. Ezt a korábbi pénzügyes alatt keveredett össze, ugye ebből is lesz egy büntetésünk. Tiltott pártfinanszírozásért, ugye itt a párttörvényen is szerintem vannak gondok, hiszen a pártok a kétharmadát az állami támogatásuknak a párt alapítványba kapják, ami most már nincs is leszabályozva, hogy mire kéne költeni kutatásfejlesztése egyebekre, mint régen. Arra költi az ember, amire tudja. És itt is érvényes az, hogy mi piciben költjük ezt, pici projektekre. Ha alkalmazottat veszünk föl, ő 3 heten nettóba van, és kirakjuk a szerződését a honlapra. Tehát jóval könnyebb ilyenkor összekutyulni a pénzügyeket, de szerencsére 2021-nek a decemberre óta teljesen máshogy működik nálunk. Erre akartam rátérni, hogy ugye itt van egy hangfelvétel, mert hogy koronavírus időről beszélünk, mint már említettük, és Zoom meetingen történtek ezek a beszélgetések, amik alapján kiderültek ezek a visszásságok, és hát a Zoom beszélgetés meg a hangfelvétel alapján az látszik, hogy volt, hát fogalmazzunk sarkosan egy gigantikus káosz, és hát nagy nézeteltérések. Ez mitől rendeződött azóta? Hát most nagyon eufemisztikusan, én bemondanám, hogy miattam, de természetesen nem így van. Jóval több alkalmazottunk van arra, hogy az adminisztráció rendben legyen, jól követhetően legyenek dokumentálva a dolgok. Mondok egy példát, valószínűleg a világ legátláthatóbb pártja vagyunk, hiszen felszkenneljük a 5000 forint feletti szerződéseket, ugye semmi ilyesmi kötelezvényünk nincsen. Ezek ilyen saját lépések, ugyanígy a kampány költségvetésünket nem csak felrakjuk, és mondjuk azt, hogy ez a világ legátláthatóbb elszámolása, és írjuk oda, hogy dollárjel 50, és nincs odaírva a partner, hanem ott van a partner, ott van a szöveges beszámoló, és még a Facebook vagy Facebook esemény, vagy kampányrendezvényt is feltüntetjük. Tehát én azt kértem a többiektől, mikor ezt láttam 2021 nyarán, ugye én, nekem az egyik első feladatom volt, hogy ezt a jegyzőkönyvet rendbe rakjam, gondolhatják, hogy milyen remek feladat volt. Amikor jöttem, azután többen, akik frissen lettek felvéve, elkezdtük másat csinálni, az elnökség és a tagság is komolyan vette, és azóta szerintem ilyen átláthatósági, nem is tudom, fellegvár vagyunk, ez teljes mértékben megváltozott.
A hangfelvétel minőségéről meg mondom annyit, hogy mindkét ügy kint van az interneten, az átjelentésben, a 21-es átjelentésben, a 18-19-es évekről ott van a számlahiány, a 23-as átjelentésben a 20-21-es évekről pedig ott van a tiltott pártfinanszírozás, úgyhogy én innen is köszönöm azoknak a pártoknak, akik így akarnak túlélni így a 2024-es politikai nehézségek közepette, hogy hangfelvételeket küldözgetnek újságoknak. Ugye ezt a hangfelvételt nem tette ki a HVG, tehát nem hallhattuk, és egyébként ők is azt írják, hogy a hangfelvételből az... Ez egy korrekt dolog volt tőlük. Hangfelvételből ők is azt írják, hogy az derül ki, hogy a tagság nem akart fiktív számlákkal semmit se csinálni. Na de hát mégiscsak hogy merülhetett fel, meg kivetette föl egyáltalán azt, hogy itt az eltűnt számlákat lehetne fiktív számlákkal pótolni, valóban volt ilyen felvetés. Hát gondolom, hogy a párton belül tudják, hogy mi van ezen a hangfelvételen, ez hogy történhetett, mert hát nyilván, hogyha most azt hallanánk, hogy a nem tudom, a Fidesz vagy a DK taggyűlésén beszélnek az emberek fiktív számláknak, akár csak a potenciális használatáról, akkor hát nyilván kiáltanánk a korrupciót. Szóval, hogy hogyan hangzott ez el, meg miért egyáltalán? Mert fogalomzavarban vannak az emberek. Erre mondok egy nagyon egyszerű példát. Vettünk korábban 3+3 kargó biciklit, hogy közösségi használatba kiadjuk, és írtunk erről egy cikket, hogy adjuk ki közösségi használatba. Én felvetettem, hogy a felét nem tudjuk kiadni, adjuk el a randba, szépen mondva. És erre valaki megszólalt a semmiből, hogy ez sikkasztás. Ez egy nagyon egyszerű dolog, van egy tárgya a pártnak, nem használja, eladja. Szerintem ezek a kifejezések fogalomzavar miatt érkeztek, és mondom, szerintem a tagságnak és az elnökségnek is a becsületét jól mutatja azt, hogyha ez, én nem is tudom, hogy ez vízből, fogalomzavarból, szerintem ennek az ötvözetéből felmerült, és első körben elvetette, és egyértelmű volt, hogy vissza kell fizetni az összeget. Ez nagyjából egyébként 2023, nagyjából egy éve rendeződött, 2023 tavaszára. Tehát mondom, én szerintem ezek a kifejezések fogalomzavarból akadnak, mert hogy amikor én idejöttem, és el kellett kezdeni rendbe rakni ezeket a dolgokat, adminisztratíve, meg törvényességi szempontból, akkor én semmi nyomát nem találtam ilyen visszaélésnek. Az állami számvevőszék 2023-ban, mint arra emlékszünk, 11,2 millió forintra büntette az MKKP-t. Nyilván ezerszer beszéltünk már erről, de most akkor ez újra felmerül, mint kérdés, hogy mennyire találták ezt arányosnak, illetve mennyire volt ez gond a pártnak, ez azért elég szép összeg, hogy kifizessék. Ezt 3 nap alatt összegyűjtöttük, tehát... És valójában egy kicsit több is gyűlt, amiről írtunk is cikket, meg lehoztuk a adományozókat monogrammal, tehát valójában az állt ezzel a büntetésre azt ért el, hogy nem tudom, begyűlt 20 millió forintunk, tehát igazából nem sinylettük meg. Nyilván ez a sajtó előtt mindig necces egy ilyen hír, és mondom, én ezért is reménykedem, hogyha egyszer oda jut a kutyapárt, hogy meg kell szűnnie, hogy nem tudom, 40 év múlva, akkor mi majd tisztességgel szűnünk meg, és nem csináljuk ezt, hogy hangfeltételeket küldözgetünk orgánumoknak, mert mondom, ez szerintem a legnagyobb a jezzel is, és az átjelentés és a sajtó szempont, anyagilag ezeket a kérdéseket megoldottuk, és mivel mindenki nagyon minimál pénzt keres, tehát itt tényleg arról beszélünk, hogy már nem jönnek ki az alkalmazottuk a pénzükből, ezért sosincs azzal baj, hogy valaki túl akar keresni, el vannak fogadva a szabályok, és rendben vagyunk. Szóval ez belül nem okoz feszültséget, kifelé baromi rossz, hogy állandóan erről kell beszélni. Ennek kapcsán is, de hát az előválasztás, meg a különböző pártokkal való vitáik kapcsán is fölmerül az, hogy így a párton belül mennyire szeretik azt, vagy nem szeretik, ami történik, hogy olyan helyzetekbe kerülnek, hogy most azt mondják, hogy a Momentum kiszivárogtat egy hangfelvételt, hogy a Demokratikus Koalíció közleményeket ad ki a kutyapártról. A kutyapárt környékén ilyen típusú balhék, vitatkozások, amiket általában lássuk be a választók nagy részét nem különösebben érdeklik, sőt azt szeretik, hogyha nem ilyen pártokra szavazhatnak. Igen. Szóval, hogy nem árt ez a kutyapártnak, hogy most is arról beszélünk, hogy hangfelvétel, meg fiktív számlák, ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogy nem tudom melyik buszmegálló újult-e meg, nem bánták-e meg, hogy belevágtak így a politikájuknak a kicsit megváltoztatásába, hogy aztán ez lett belőle. Hát azzal kapcsolatban, hogy én most itt vagyok, és erről beszélek, ennek a Momentumnak több köze van ehhez, meg a Zugrádióhoz, most bocs, de hogy nem én akartam erről ilyen hosszasan beszélni. Ez az egyik oldala, hogy ezekben a sztoriban szerintem részben tudatosan is rángatnak minket bele ezek az ellenzéki pártok, hogy lerántsanak ebbe a mocsárba.
Én szerintem ezen a ponton azért most már ellen kell tartani. Most volt ez a remek DK-s ügy, most volt ez a szivárogtatás. Én nagyon remélem, hogy a kampány végéig is után is nagyon sokáig nem kell egy új pártnak a nevét csak kimondanom. Egyébként meg azt azért látni kell, és ezt mi le is írtuk a közleményünkbe, hogy azért az egy nagyon durva dolog, hogy itt van egy párt, aki 200 millió forintot költ másra, meg köztérre. Valahogy évente, valahogy két évente. És a sajtó nem ezzel van tele, erről nagyon kevesen írnak, most pont a műsorvezető úr egyszer írt is egy balatoni stégünkről cikket, ezúttal is szerintem ez egy tökre követendő példa, is jó példa, hogy jó dolgokról is érdemes beszámolni. Nyilván itt a balhé most a lényeg, hogy új kutyapárt, fiktív számla, ugye a Gergő polgármester jelölt, össze lehet ezeket a dolgokat mosni. Én remélem, hogy ennek vége lesz, és nem kell többet az ellenzék pártokkal foglalkozunk, még úgy sem, hogy közünk van hozzá. Amire az előző kérdés is utalt, hogy azzal, hogy a kutyapárt, mint hogy a Gergő is polgármester jelölt lesz, és egy sokkal komolyabb politikai helyet akar elfoglalni, ez nyilvánvalóan ezzel jár, hiszen erről beszélünk, hogy akkor a többi ellenzéki párt meg elkezdi komolyabban venni. Ebben egységes a tagság egyébként, hogy ez jó irány annak ellenére, hogy már megint arról beszélünk, hogy DK meg Momentum? Én szerintem egységes, igen, és mondom, tehát itt ez mindig egy kérdés. Egy párt, amikor balhé van körülötte, két dolgot csinálhat, sőt hármat is, sunyulhat, ezt ismerjük. Most akkor tényleg nem nevezek már meg pártot, de ezt ismerjük, hogy balhé van, és akkor egy napig nem veszik fel a telefon. Van az ellentámadás, ezt ugye láttuk, mikor pártok mondjuk újságírókban, meg közvéleménykutatókban rúgnak bele. És van a harmadik, amit én szeretek, és szerintem nagyon ritka itthon, hogy kiállunk és elmondjuk a frankót. Csak ki kell mondani, hogy rádióban egy fiktív számla, akkor ki fogom mondani, ne, az van a hangfelvétel, és nem fogunk tükközni. Ugyanez volt a pártszakadásnál, ott is az volt a stratégia, hogy elmondunk mindent. Most a közleményben is a balhéval kapcsolatban ez a stratégia, és én nagyon örülök neki, hogy amúgy ezzel a pártnak a nagyon nagy része lehet, nem tudom, nem mértük ezt meg, de nagyon nagy része egyetért ezzel a vonallal. Nyilván ő, ha politikai stratégiákat alkotnánk, akkor azt csinálnám, hogy elmennék egy ilyenbe, nem mondanék semmit, nem mondanám ki egyik pártnak a nevét, és mennénk tovább. De szeretnénk tisztán játszani csak az ára, hogyha olyan ügyünk van, amihez van köze a Momentumnak vagy a DK-nak, akkor sajnos ki kell mondani a nevüket, aztán tovább lépni. De ez fontos szerintem, hogy legalább a mi szimpatizánsainkra, azok, akik minket szeretnek, azok lássanak tisztán. Nagyon szépen köszönjük Nagy Dávidnak, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt pártigazgatójának, hogy itt volt, aki, hogyha jól értem, akkor szívére tett kézzel mondja azt, hogy nem volt fiktív számla. Igen, és közben nagyon gesztikulálva, de szerencsére rádióban nem látszik. Köszönjük szépen, minden jót. Köszönöm szépen.